amikor megkaptam Jánosi Katalin meghívóját, és amikor a szemem végigfutott a mai összejövetel előadóinak népsorán, arra gondoltam, mit is mondhatnék én azoknak a körében, akik tudós emberekként épp úgy ismerik 56-ot, mint én, sőt, nálam jobban ismerik. Ne vegyék a szavaimat álszerénységnek. Elvégre én éppen csak ott voltam. Ahogy a terjedelmes alapos monográfiákat olvasom Nagy Imréről, Losonciról, Gimesről, Szilágyi Jóskáról, azt mormolom magamban, hiszen ezt sem, azt sem tudtam róluk. Legfeljebb csak egyiknek híve, a többinek barátja voltam. Ami az eseményeket illeti, aki bennük él, általában egy-egy szegmensüket ismeri, azt, amiben részt vett. Önök, történészek, az elmúlt 21 néhány évben sok, nagyon sok mindent felkutattak, amikről nekem, az ott téblábolónak sejtelmem sem volt. Mikor az oroszok átadták az immár híressé vált dokumentumokat, a Jelcin dossziét és a hiányzó lapokat, annak, ami bennük volt, a legnagyobb részét csak ámulva, keserű ámulattal olvastam. Mi, a jelenlevők, a résztvevők, hol hittünk és bíztunk, hol rossz sejtelmekkel viaskodtunk, hol elkeseredtünk, de az, hogy mikor mi történt Moszkvában, ahol pedig a mi sorsunkról vitáztak és döntöttek, mind az, ami egy mai kutatónak adalék és evidencia, számunkra legfeljebb jobb esetben találgatás, akkor is inkább jóhiszemű és reménykedő találgatás, rosszabb esetben a legteljesebb vakság volt. Tudósok és a nagy tudású hallgatóság körében mi maradt számomra, mint mondani való. 88. évemben lépve, a kínaiak szerint, akik a fogamzástól számítják az emberek korát, már túl is járok a 88-on, és mert szinte minden, ami 56-ról tudható volt, önök előtt már tudott, ami nekem megmaradhatott, az az anekdotázás. A szívemnek legkedvesebb magyar prózaíró, aki inkább érdemelte volna meg a Haza bölcse címet, mint az, akire kiosztották, Mikszáth Kálmán, a regényei mellett kisebb-nagyobb anekdotáival többet mutatott meg a magyar valóságból, többet érzékeltetett a fenyegető tragédiából, mint a korszak bármelyik eminense. Alázattal, hiszen a bokájáig is ágaskodnom kell, megpróbálok a nyomdokain lépkedni. Azokról szólnék, akikhez a legközelebb éreztem magam, az úgynevezett Nagy Imre csoportról. A legkevésbé sem mondom azt, hogy közéjük és 56 közé egyszerű egyenlőség jelet lehet tenni. Ugyanakkor, még ha forradalomra nem is gondoltak, de vajon akár október 22-én kigondolt, tehát ha 56 nem általuk lett is, nélkülük bizonyosan nem lett volna. Elsőnek valamit Nagy Imréről, annál is inkább, mert az unokáin, Katin és Ferkon kívül vajon hányan vannak még, akik ismerték őt? Kedves jó barátom Murányi Gábor, idestova 20 esztendeje, Jánosi Ferencnek, Nagy Imre vejének fennmaradt listája alapján publikálta azt a 66 nevet, akik 56 júniusában ott voltak az Orsó utcában, Nagy Imre 60. születésnapján. Döbbenetes. A 66-ból 6-an maradtunk. Nos, hónapokkal az ünnepség előtt Imre bácsi, Acél Tamás közvetítésével elküldte nekem
jóleső dedikációval egy évtized című kétkötetes könyvét. Elmentem hozzá, hogy megköszönjem. Tudtam, hogy a házat figyelik, de már olyan mindegy volt. A 20. szovjet pártkongresszus előtt jártunk, nem is álmodtunk arról, hogy mi lesz ezen a kongresszuson, súlyos pártbüntetésekkel a nyakunkban. Én is, barátaim is, miben reménykedhettünk. Órákon át sok mindenről beszélgettem az öreggel, majdnem 30 évvel volt akkor fiatalabb, mint amennyi én most vagyok, mégis az öreg volt köztünk a neve, de talán az egyetlen, ami ebből a beszélgetésből konkrétan megmarad bennem, a dű, néha már-már könnyes keserűsége, amiért Rákosi kizáratta őt a Tudományos Akadémiából. A miniszterelnöki posztot veszítette el, és az akadémiai tagságát fájlalta. A világ politikusként tartotta és tartja számom, ma már mártírként tiszteli, szoborva öntve áll itthon, és utcák, terek örökítik meg a nevét szerte Európában, Amerikában. Vajon hányan tudják róla, hogy a kényszer és a jobbítani akarás lökte őt a Rivalda fénybe? Valójában a nyugodt, aprólékos kutatómunka volt az álma. Ki tudja, nem volt-e igaza. Békésebb társadalmakban, szerencsésebb időkben a mindannyiunknak elrendelt sors várt volna rá, és nem a végzet. Talán ehhez kapcsolhatnék egy másik emlékezést. Merem állítani, hogy abban, amit Nagy Imre csoportnak neveztek, sok minden volt. Fájdalom, bűntudat, jóvátételi készség, elszántság, hazaszeretet, csak egy valami nem, karrierizmus. Azon túlmenően, hogy Losonczy Gézában mindannyian a jövő egyik vezetésre méltó politikusát láttuk, a magunk jövőjét illetően senki sem áhítozott közéleti karrierre. Csak anekdotaszerűen, ahogy eszembe jut. Lőcsei Pali tudományos pályára készült. 8 év börtönt kapott. Fazekas György félig tréfás, félig komoly terve az volt, hogy felhagy a betűvetéssel, és uram bocsá, egy úszó bordélyházat üzemeltet a Dunán. 10 év börtönre ítélték. Gimes Miklós újságíróként arra vágyott, hogy pekingi tudósító lehessen, és ott, naív, szép ábránd, személyesen mondhassa el Mao Tse-tungnak, miben segíthette Kína Magyarország függetlenedésében. A helytartó felakasztatta. Jó magam 56 nyarán éppen elvállaltam egy forgatókönyv megírását, a híres cigányprímás Rigó Jancsi és simai amerikai belga hercegnő szerelmi történetéről, nem azért, mintha a rendszert kipellengérező filmjeim, a 9-es kórterem és a csodacsatár után ez a téma igazából érdekelt volna, hanem mert a rendező azzal kecsegtetett, hogy a forgatás egy része Párizsban lesz, és akkor eljuthatok oda. Hát ami azt illeti, ha nem is Rigó Jancsinak hála, de eljutottam.